Now it's time to practice some in your get to the top three verb books. So open them at page 62, where we are going to start with activity A. Here you can see a map and you can see some words in the box that we have to put in the text. It's a weather forecast, időjárás előrejelzés. So we have to complete the weather forecast with these words in the box. Okay, look at them and repeat. Rain. Clear. Rise. Foggy. Drop. Temperature. Snow. És nézzük, hogy melyik mit jelent, ha esetleg nem ismertek valamit. Rain ugye az esni, vagy az eső. Clear az a tiszta. Rise emelkedni. Ellentéte a drop, a zuhan csökken. Foggy ködös. Temperature hőmérséklet. Snow pedig a hó vagy havazik. Okay, now let's have a look at the text. In the south of the country, it will be sunny with valamilyen blue skies. Hát ugye délen, ugye az ország déli részén napos lesz az idő, időjárásra az ittel utalunk, napos lesz az időjárás, kék éggel, valamilyen kék éggel, with clear blue skies, a tiszta kék égbolttal, but de a, kell nekünk egy alany, egy főnév, ami lesz meglehetősen alacsony, ugye körülbelül 3 fok, tehát akkor itt ez a hőmérséklet lesz, ami alacsony lesz. But the temperature will be quite low, about 3 degrees, vagy degrees Celsius. In the west, it will be most of the day, so drive slowly. Nyugaton az időjárás valamilyen lesz a nap nagy részén, tehát óvatosan kell vezetni, akkor valószínű igen, ködös lesz az időjárás. So in the west it will be foggy most of the day, so drive slowly. A hőmérséklet körülbelül 15 fok lesz, de fog valami, ugye 12 fokra később a nap folyamán, valószínű akkor az a 15 fokról 12-re fog csökkenni a hőmérséklet. The temperature will be about 15 degrees, so this will drop to 12 degrees later in the day. Északon, in the north, ugye az időjárás szeles lesz, és valószínűleg valamit fog később, hát ha megnézzük, akkor it will probably rain later. Délután a hőmérséklet fog, mindenképpen igét keresünk, 10 fokról 13 fokra, nyilván így van, emelkedni fog, tehát in the afternoon the temperature will rise from 10 degrees to 13 degrees. In the east it will be very cold. The temperature will be around minus 2 degrees Celsius. So it will probably, tehát ha minusz 2 fok lesz, akkor valószínűleg havazni fog. It will probably snow. Now let's move to activity B, where we have to use conditional sentences type 1, so we have to use first conditional. Ugye a feltételes módnak az első típusát kell alkalmaznunk, amiről annyit tudunk, hogy nagyon szigorúan kötött, hogy mit szabad használni. Ifes mondatban mindig ugye a jelen alakot kell használnunk, ami akár egy söbetű is lehet egyes szám harmadik személyben az ige végén, illetve a másik mondatban, a nemifes mondatban pedig a jövőidőt használjuk, egyszer jövőt, a will segédigét és magát az igét. Tehát ilyenkor azt nézd meg, hogy melyik mondatban vagyunk, annak megfelelően válasz a zárójeles igének alakot. Look at the first one. I will help you if, itt a mondat határ. Ez a nemifes mondat, ott van a will meg a help, mutatja, hogy a másik mondatban vagyunk. Tehát az ifes mondatban jelenbe kell raknunk az igét, már csak az döntsd el, hogy
E per 3-ban vagyunk, kell a vontra söbetű, vagy nem kell söbetű? Hát a you esetén nyilván nem kell, tehát I will help you if you want to make your own accessories. Segíteni fogok neked, ha el akarod készíteni a saját kiegészítőidet. Debbie elmegy a strandra, ha a hőmérséklet emelkedik. Láthatjuk, hogy itt van az ifes mondat, meg ott van a temperature el per 3-ban a rises, ott a söbetű az ige végén. Hát akkor ez a nem ifes mondat, ahol jövő időt fogunk használni. Debbie will go to the beach if the temperature rises. Unless. Az unless-ről tudjuk, hogy az nem más, mint az if not tagadása az if-nek, tehát itt már nem tagadhatunk a mondatban, és így van, ez lesz akkor az if-es mondat, ami egészen eddig tart, mivel azt mondtuk, hogy ha az if-es mondat van elől, akkor a két mondat között vesző választja el a két tagmondatot egymástól, ha az if van középen, akkor pedig nem tehetünk veszőt a kettő mondat közé. Hát ilyenkor szerencsénk van, ha az if-fel kezdődünk, mert akkor a vesző automatikusan mutatja a mondat határát, nem mindig kell az új mondat alanyállítmányát megkeresnünk. Ha csak a tesómnak nem lesz pénze, nem fog elutazni Európába idén-nyáron. Tehát akkor ide tesszük a jelent, ide pedig a jövőt. Unless my sister has got some money, she won't travel to Europe this summer. És figyelj, hogy nem have got, hanem has got, mert egyes szám harmadik szemében a tesómról van szó. A tesóm hamarosan itt lesz, ha csak nem túlórázik megint, ugye work overtime, megint itt van a mondathatár, tehát akkor ez lesz a jelenben a mondat, a másik a nemifes pedig jövőben lesz. My brother will be here soon unless he works overtime again. Figyelj a söbetűre. Kérdő mondatunk van. A nemifes mondatban, tehát ő jövő időben lesz egy kérdés. Mit fogsz csinálni, ha a szüleid nem adnak neked zseppénzt? Itt pedig egy tagadó mondatunk lesz jelenben az ifes mondatban. What will you do if your parents don't give you more pocket money, ha nem adnak több zseppénzt? Ugye a will-t kitesszük, meg van a kérdésünk, kérdőszórenddel, tagadni pedig a don't give-vel tagadunk egyszerű jelenben. In activity C, we have to continue the sentences with your own ideas, saját ötletekkel. Tehát itt rengetegféle megoldás lehet. Amikor fáradt vagyok, leírod szépen, hogy miket szoktál csinálni. Egy megjegyzés. Emlékeztek, ugye a feltételes módos videóban mondtunk olyat, hogy az if helyettesíthető azzal, hogy when. Azt is mondhatom, hogy ha fáradt vagyok, amikor fáradt vagyok, de ezeket még rengeteg más szót is használhatunk, vagy kifejezést. Használhatjuk ugye az if notot, hogy unless, használhatjuk azt is, hogy amint, as soon as, azt is mondhatjuk, hogy before, after, until, by the time, ezek mind-mind gyakorlatilag if-es mondatnak minősülnek, tehát attól még, hogy nem if-fel kezdődik a mondat, hanem mondjuk as soon ezzel, az nem más, mint az if, tehát azért lesz majd mögöttük jelen, a másikban pedig will. Tehát megint figyeljetek arra, hogy milyen igeidőt használunk az if-es és a nem if-es mondatokban. Tehát én azt a példát választom, hogy when I'm tired, I will go to bed early. Korán le fogok feküdni, amikor majd fáradt leszek. És figyelj, mert ez a mondat is jövőnek fordítódik, de mégis jelent használhatunk csak az if-es kötelező szerkezet miatt. Ha nem találom a megoldását egy problémának, mondjuk megkereshetem azt az interneten. If I can't find a solution to a problem, I will look for it on the internet, I can look for it, I should look for it, I need to, I must, I may, I might look for it on the internet. Ugye azt is beszéltük már, hogy a will helyett használhatok másik fajta segédigét is, ez attól még ugyanúgy feltételes módban levő ifes mondat. Jó? Amint hazaérek, megint ez az ifes mondatunk, jövőt fejez ki, de mégis jelent használunk ebben a mondatban. Amint hazaérek, eszek valamit ebédre.
As soon as I get home, I'll eat something for lunch. Tehát nem muszáj a will-t hosszú alakban, lehet nyugodtan rövid alakban is használni. Unless it's cloudy tomorrow, ugye az unless nem más, mint az if not, tehát itt nem tagadhatunk már. Vagy azt mondom, hogy unless it's cloudy, vagy if it's not cloudy, vagy if it isn't cloudy. Mindegy, hol tagadsz, vagy az unless-szel, vagy az it isn't-tel, de arra vigyázz, hogy csak az egyik lehet. Itt most az unless tagad, az if not. Ha nem lesz holnap felhős, elmegyünk vitorlázni. Unless it's cloudy tomorrow, we will go sailing, vagy will go sailing összevont alakban, bármit írhatunk. Fel fogom hívni a barátaimat miután, láthatjuk, hogy itt az after-ös mondat lesz, ugye, az if-es mondat, itt a másikban van a jövő, tehát most jelen idejű mondatot kell használni. Például fel fogom hívni a barátaimat, miután mondjuk megnézem a kedvenc sorozatomat. I ring my friends after I watch my favorite series. El fog menni az eseményre, ha mondjuk a szüleim elengednek minket. We'll go to the event if my parents let us go there. Ugye let jelenben van, megengedik, hogy elmenjünk oda. The next activity is activity D, where with the help of these prompts and the pictures, we have to make sentences in first conditional with the help of when, or, until, as soon as, after, and so on. Megint ugye mondom, hogy ezek mind-mind igazából az if-et váltják ki. Például, el fogok menni Mexikóba, én feltétlenül ellátogatok Acapulcóba. Tehát mondhatjuk, hogy amikor elmegyek Mexikóba, if-es mondat, nem if-es, én feltétlenül el fogok látogatni Acapulcóba. Tehát most nem if, hanem when I go to Mexico, I definitely visit Acapulco. The next one, number two. Kevin otthon marad, abba hagyja a havazást. Kevin otthon fog maradni, amíg abba nem hagyja a havazást. Ez lesz majd itt az if-es mondat. Kevin will stay at home until it stops snowing. Tehát itt ugye nem lehet vessző, mert az if mutatja egyértelműen a két mondatnak a határát. A másik az E/3 miatt vigyázzatok arra, hogy legyen ott a söbbető az igének a végén. Until it stops snowing. Jeff Nancy DVD-t fog nézni. Ők befejezik az ebédet. Hát itt most két lehetőség van, vagy azt mondom, hogy Jeff és Nancy DVD-t fog nézni, miután befejezték az ebédet, vagy miután Jeff és Nancy megnézték a DVD-t, ebédelni fognak. Mind a kettő lehet. So after Jeff and Nancy watch the DVD, they will have lunch. Itt a vessző, mert elő van az if-es mondat, after-re helyettesítve. De azt is mondhatnám, hogy ha a két mondatot fölcserélem sorrendileg, hogy Jeff and Nancy will have lunch after they watch the DVD. Vagy azt is mondhatom, hogy Jeff and Nancy will watch the DVD after they have lunch. Fogják nézni a DVD-t, miután ebédeltek. Vagy Jeff and Nancy will have lunch after they watch the DVD. Tehát most ugyanazt a mondatot mondtam az utolsó kettőben, csak még azt a kettőt is megcseréltem a tagmondatok sorrendjét. Tehát bármit mondhatunk, amit szeretnétek. Itt most szabad a vásár. Stella felhív minket, megérkezik Olaszországba. Azt kell nekünk, hogy amint. Tehát Stella fel fog minket hívni, amint megérkezik Olaszországba. Stella will call us as soon as she gets to Italy. De akár itt is cserélhetek. Csak ne felejtsük el az alanyt is megcserélni a két mondatban, hogy as soon as Stella gets to Italy, she will call us. And finally activity E. Here you can see some expressions that we have to put here in the dialogue, in the dialogues, because you can see three dialogues. Look at the first one.
Tudod mit? Gyere át hozzánk. Nem nagy ügy. Nem igazán érdekel. Nagyon szeretsz síelni. El tudnál vinni kocsival? Nem jövök, ha csak nem érzem magam jobban. Akarsz velünk jönni? Okay, now look at the expressions and repeat. You know what? Come round to my house. It's no big deal. I can't be bothered to do it. You're really into skiing. Could you give me a lift? I won't come unless I feel better. Do you want to come along? Okay, look at the three dialogues. Look at number one. Rengeteg házi feladatom van ezen a hétvégén, tehát... De nem igazán érdekel, nem igazán akarom megcsinálni. Szeretnék tévét nézni, vagy elmenni valahova. I've got lots of homework to do this weekend, but I can't be bothered to do it. I'd like to watch TV or go out. Tudom, hogy érzel, barátom. Tudod mit? Gyere át hozzánk. Együtt is meg tudjuk csinálni a házinkat. Talán így kevésbé lesz unalmas. I know how you feel, mate. You know what? Come round to my house. We can do our homework together. Maybe it will be less boring. Number two. El fogok késni a munkából. El tudnál vinni kocsival? I'm late for work. Could you give me a lift? Persze. Elmegy, úgyis megyek ugye az új bevásárlóközpontba. Az közel van át a munkahelyedhez, igaz? Sure, I'm going to the new shopping center. That's near your work, right? Igen, biztos, hogy nem probléma. Yeah, I'm sure it's not a problem. Ne aggódj, nem nagy ügy. Gyerünk, szállj be a kocsiba, mert kezd esni. Don't worry, it's no big deal. Come on, get in the car, because it's starting to rain. Hey, Susan. Dennis és én megyünk síelni a hétvégén. El akarsz velünk jönni? Sok hó van fent a hegyekben. Hey Susan, Dennis and I are going skiing at the weekend. Do you want to come along? There's lots of snow up in the mountains. Talán majd meglátjuk. Maybe I'll see. Nem értem. De nagyon szeretsz síelni. I don't understand, you're really into skiing. Influenzás vagyok. Ha nem leszek jobban, nem megyek, ha nem leszek jobban. I've got a flu. I won't come unless I feel better.